tükörbe szoktuk kötni. Ott látom. Ez a sallang. A lányoknak a mellénybe tűzik, a menyecskéknek meg a mellény alá. Tehát már nincs pádlika a hajukba. És akkor kerül a sallang, de a sallangot lehet pándikával is. Ez a merrevaló. Merrevalót általában a lány konfirmáláskor szokott kapni. Ez az igazi piros gyöngy, ami még déd nagyanyáról maradt. Most már ez a műkonyt, a rövid haj, ezt kívánja. Még szóba volt a haj, akkor azt tekerték fel. Egy kicsit nehézkes a csizma, mindennapi könnyű szintők után. Ez a kötény a régi vercsipkés kötényt idézni, és a minták azok meg egyediek, azok a régi mintákból összeszedett és összerakott kötésminta. Láttuk meghalni, olyan nehéz azt elfogadni, hogy mégsem halott, mert él, élhet. Nem tudunk mit kezdeni a feltámadással. 2000 év esztendő telt el ugyan Jézus Krisztusnak a feltámadása után, de mi magunk is most húsvét reggelén ugyanott tartunk, ugyanott állunk, ahol ezek az asszonyok. Hogy valahogyan megnévulunk, és ez a mi küldetésünk is, hogy hirdessük, hogy feltámadott Jézus Krisztus, de valahogyan nem tudjuk ezt megtenni. Add Urunk, hogy a kételkedés, a bizonytalanság megszűnjön a szíveinkben, és valamennyien hirdessük, hittel mondjuk tovább, adjuk tovább, hogy ő feltámadott, és a feltámadása, ami bizonyos feltámadásunknak az áloga. Könyörülj rajtunk, és így áld meg bennünket, Urunk, add Urunk, e hitáltal békesség legyen a szíveinkben, és a te szereteted hasson át minket annyira, hogy képesek legyünk mi is egymás szerint szeretni, azoknak megbocsájtani, akik vétettek ellenünk, és így békességre törekedni. Kérünk, légy velünk, és áld meg minket. A Krisztus nevében kérünk, hogy maradj velünk, és szenteld meg a mi további együttlétünket. Amen.
azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamnyira vala, melynek neve vala Emmaus. És beszélgetének maguk közt mindazokról, amik történtek. És lőn, hogy amint beszélgetének, és egymástól kérdésködének, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt megy vala az úton. De az ő szemei visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig néki, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltottak jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondani ki. Csak te vagy jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minél dolgok lettek abban e napokon? És mondani ki, micsoda dolgok? Azok pedig mondának, amelyek esének a názáretbeli Jézuson, ki próféta vala, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt, és az egész nép előtt. És mi módon adák őt a főpapok, és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani ezt a helyet. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Kijöttünk a templomból, most veszük le a pátát, mert ez a legnehezebb. Várnak a kiódása, gyöngyöt, hamarabb. Ezt is mindörököltük nagymamáinktól ezeket a piros gyöngyöket. Ilyen most nem lehet kapni, sehol. Ez mind faragásos, piros gyöngy. Ezt úgy mondjuk, hogy fehéres cifra vár mellénk. De hátul fel van akasztva a gyöngyköttöm, a lányoknak itt kell fütyögjön ez a szallag. Most jön a kötény. Muszáj mindent egy kicsit feltűzni a biztonságért, mert ez elég nehéz. Olyan nehéz, hogy talán van 10 kiló is. Mindent fel kell, meg kell akasztunk, mert csak úgy áll jól, úgy van szép, ha mindent pontosan csinálunk. Ez a szoknya. Ezt hordják a leányok s a menyecskék, a fehéret. Hálászosink. Ez azt jelenti, hogy a három púpos itt, hogy van neki ez a három sor púpja lefele. Ez nem mindenkinek van ilyen, de kinek milyen van, olyat vesz fel. Most veszük a pengyelt. Ezt azt mondjuk, hogy a legfelsőt szokunk venni mindig ilyen fehér gyógy pengyelt. A kis szoknyáknak a tetejére. Ez is ki van hímezve az alja. Akkor veszünk vagy 3-4 kis szoknyát, ki hogy kéri, ki milyen derék. Aztán most akkor lehúzzuk a piros csizmát. Ma ez a piros csizma, ez még nekem készült, csak sajnos most minden csizmadia meghalt. Nem is tudják most a konfirmálóknak, hol csináltassanak
Ilyen szép piros tulipántos madaras csizmát. Én kis kertész legény vagyok, virágokat locsolgatok. Ami nap, hogy erre jártam, egy rózsafát találtam, ki akart száradni, megszabad öntözni. Megszabad. Itt a kis nyuszi. Együtt a padott párikának, kis testvérelnek, jó?